Köszöntöm az ünnepi beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták itt az ünnepi időszakban, napról napra, egy kicsit az évértékelésre, az eredmények áttekintésére is sor kerül ebben a műsorban. Stúdióm vendége Hagymási András, a Fehérvár Média Centrum Kft. Ügyvezető igazgatója. Szervusz és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A 2018-as év vonatkozásában ugye nagyon sok esemény történt. A médiacentrum életében mennyire tartalmas volt ez az esztendő? A tartalom az legtöbbször nem rajtunk múlik, hanem a városon, a város környéken, az embereken, hiszen a mi dolgunk az, hogy hírt adjunk arról, ami Székesfehérváron történik, vagy a város tágabb környezetében. Ilyen szempontból minden év izgalmas, mozgalmas és tartalmas, hiszen szerencsére olyan városban élünk, ami nem csak a szlogen szintjén van tele élettel, hanem nap mint nap látjuk, hogy a gazdaság, a kultúra, a sport világa mindegyik szolgáltat olyan eseményeket, amiről érdemes nekünk hírt adni. És hát a mi dolgunk az, hogy ha már a város közössége pénzt áldoz arra, hogy ez a televízió, illetve hát az egész cég, a Fehérvár Média Centrum működjön, akkor kötelességünk mindenről hírt adni, ami ebben a városban történik. Ezen a téren úgy érzem helytáltunk 2018-ban is. Több felületen is, az egyes felületek vonatkozásában milyen kiugró dolgok és eredmények történtek? Olyan látványos dolog nem volt az idén, amit mondjuk a város emberei is látnak. Tavaly mondjuk sikerült vennünk egy új közvetítő kocsit, és az már mégiscsak jobban mutat a városi ünnepeken, hogy nem egy leszakadt régi járművel állunk ott a fényes ünnepség közepén. Az idei év inkább mondjuk úgy, hogy apró fejlesztésekről, vagy a nem látványos fejlesztésekről szólt, az adáskiadó rendszer, a vágórendszer megújításáról a tévében, különböző infrastruktúrális fejlesztésekről, ami munkánk szempontjából fontos, de kívülről esetleg az adásminőségben, hangminőségben, a rádióban, ilyenekben figyelhető meg, de kevésbé látványos. Nem is feltétlenül kell nekünk a külsőségekben a látványosságra törekedni. Az a célunk, hogy egy működő technikával, magas szakértelemmel folyamatosan egy kiegyensúlyozott minőséget nyújtsunk a nézőknek, hallgatóknak, olvasóknak. Azt ugye azért tapasztalhatták, érzékelhették a médiacentrum különböző felületeit néző, olvasó, hallgató, böngésző emberek, hogy azért új kollégák jelentek meg a cégben, és hát bővült az állománya a médiacentrumnak. Szerencsére van egy olyan stabil mag a Fehérvár Médiacentrumnál, akik mondhatjuk úgy, hogy évtizedek óta az alapját jelentik a különböző szolgáltatásainknak, de hát itt is szükség van megújulásra, új szellemiségre, friss gondolatokra, és szerencsére olyan kollégákkal gazdagodtunk az idei évben, akikről el lehet mondani, hogy igazán megállják a helyüket, és újdonságot, színvonalat hoztak a megszokott kollégák által már bizonyított színvonal mellé, úgyhogy a kollégákra nem lehet panasz, mindent megtettek azért, hogy a fehérváriak tudják, hogy mi történik a városukban. Itt ebben a műsorban már több vendéggel beszélgettünk arról, hogy minden cég életében azért változást hoz a különböző technikai fejlődés, a megváltozott szokások, akár mondjuk a tévénézés, újságolvasás és egyáltalán a médiafogyasztás vonatkozásában. A médiacentrumnál is ez így volt. A klasszikus médiafelületek, amiket a Fehérvár Médiacentrum üzemeltet, egy hagyományos médiafogyasztó közeget ér el elsősorban, de mi is építünk az új technikára, és az új fogyasztói szokásokat igyekszünk követni és kiszolgálni, hiszen minden tartalmunk elérhető elektronikus felületen, az összes tévéhíradónkat meg tudja bárki nézni, rádiót lehet interneten hallgatni, az újságot el lehet olvasni, tehát törekszünk arra, hogy ott legyünk mindenhol, ahol a mai médiafogyasztó közönség találkozni szokott, szerkesztett, akár mondjuk úgy, hogy klasszikusnak mondható médiatartalommal is próbálunk azért igyekezni megállni a helyünket az új médiafogyasztói szokások környezetében is. Nagyon nagy változások voltak az idén a rádiós piacon például. Ott nem annyira hallgatói szokások változtak, inkább a különböző rádiócsatornák életében volt komoly változás.
és most már elmondhatjuk, hogy egyik legrégebbi helyi rádió megszűnésével, a Vörösmarty Rádió, amit kollégáink működtetnek, az egyetlen olyan helyi tartalmat szolgáltató rádió Székesfehérváron, amiből megtudhatjuk azt, hogy mi történik a környezetünkben. Ami nem mondom, hogy öröm, mert szerintem, mint rádió hallgató ember, én annak örülök, hogyha a kínálat gazdagodik, és a helyi hírekről is több lehetőségem van tájékozódni, de ebben az esetben úgy alakultak az országos és a helyi piaci folyamatok, hogy egyedül maradtunk. Igyekszünk ezzel a helyzettel megbírkozni, és olyan tartalmat, olyan szolgáltatást nyújtani a rádióhallgatóknak, hogy érdemes legyen a Vörösmarty Rádiót hallgatni. A közkihívást is jelenthet az elkövetkező időszakra? Minden piaci változás kihívást jelent. Voltak is a rádió életében változások. Egyrészt kollégák jöttek, mentek, tartalmilag is megújult az idei évben a Vörösmarty Rádió. Próbálunk egy olyan műsorstruktúrát kialakítani, ahol az alapvetően szöveges tartalom is tud szórakoztató lenni, ugyanakkor tartalmas, igényes, amit akkor is érdemes hallgatni, hogyha nem csak zenére vágyunk és kikapcsolódni akarunk, hanem azért valamilyen szerkesztett, klasszikus rádiós tartalomra is kíváncsiak vagyunk. Aztán, hogyha nézzük az idei esztendőt, akkor készülőben vannak filmek is, hogyha már a médiacentrum szerkesztett és más vonatkozású tartalmait nézzük, nem a napi rutin feladatokat. Igyekszem bíztatni a kollégákat arra, hogy a munkájukon túl vállaljanak olyan feladatokat, amivel értéket teremtenek. Egyik fontos feladatunk, amit a város önkormányzata is kitűzött számunkra, de belső készítésből is jön, hogy azt a rengeteg értéket, ami ebben a városban keletkezett, régen keletkezik folyamatosan, azt mi megmutassuk, bemutassuk, megmentsük, ami régről ránk maradt, és mindezeket be tudjuk mutatni a székesfehérváriaknak. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a napi munkán kívül esetleg olyan filmeket, könyveket hozzanak létre a kollégáink, ami ebbe a folyamatba illeszkedik. Burján Zsigmond operatőr kollégánk, aki már több filmmel is fölhívta magára a figyelmet, legutóbb a Csak még egyszer előre című történelmi, mondhatjuk úgy, hogy nagyjátékfilmmel mutatkozott be körülbelül egy másfél évvel ezelőtt a Fehérvári és azóta az országos közönségnek, és most Sipos Gyula ezredes további életével, az első világháború utáni életével foglalkozó második résszel kezdi meg hamarosan a forgatást, úgyhogy bízzunk benne, hogy a jövő évben ez is a nézők elé kerülhet. Vakler Lajos kollégánk, aki az egyik legaktívabb alkotó tagja a Fehérvár Televízió szerkesztőségének, a Szent László nyomában című filmen tulajdonképpen már nem is dolgozik, mert már a bemutató előtti napokat éljük, ugyancsak kiadott egy könyvet, a Fehérvári Beszélgetések című sorozatról, ami most már második része, ezek ugye a Fehérvár TV-ben általa szervezett és vezetett beszélgetésekből egy válogatás és egy olyan gyűjtemény, amiben a legérdekesebb interjúi olvasható verzióban kézbe vehetően kerülnek a közönség elé. Úgyhogy én szeretem azt, hogyha a kollégák megmutatják a tehetségüket, kicsit ki is szakadnak a mindennapok rutinjából, mert erre mindannyiunknak szükségünk van. Vagy akár említhetjük a Kovács Varga Orsinak a Mester ilyen sorozatát, amit az fmc.hu-ra kattintva olvashatunk, vagy akár az újságot, hogyha föllapozzuk, akkor ott is megvannak ezek az értékőrző rovatok. Ez kifejezetten célja is a Fehérvár Médiacentrumnak, és ebben a kollégákat kifejezetten támogatjuk. De ha már az újság szóba került, a Fehérvár magazin, akkor mondjuk el, hogy ott egy nagyon komoly arculati megújulás volt az idei évben, amit egyik kedves kollégánk, egyébként a Fehérvár Televízióban dolgozó Ring Júlia tervezett újra, és egy korszerű, friss arculatot nyert el az újság. Ez a jövő évben nem titok, hogy a belső oldalakat is érinti, majd további megújulás lesz, de tartalmilag is kínál a heti lapunk olyan a korábban megszokott és alapvetően hírközpontú tájékoztatáson túl olyan értékeket igyekszik átadni, olyan embereket, személyiségeket bemutatni,
akikre kíváncsiak lehetnek a fehérvárja. Hát nem csak a küllemben, hanem a tartalomban is igyekszünk folyamatosan megújulni. Amikor itt a mai beszélgetésre készültem és gondolkoztam, akkor próbáltam olyan pontokat keresni, amik mondjuk nem a szokványos pontok, vagy például az László Takács Krisztának a kis videóklipje, amit a szimfonikusoknak csinált, ugye a Fehérvár újságnak a lapszerkesztője, a felelős szerkesztője, vagy a Kerfiás Gábornak a karácsonyi üzenetes kis videója, ami szintén mondhatni talán nem az ő arculatához illeszkedik, hiszen ő online szerkesztő, de két ilyen kis videó is született, ami szerintem valahol mindenképpen egyedi. Ma már a műfaji határok is elmosódnak, az újságíró szakmán belül pedig egyre inkább követelmény az, hogy ne csak egy eszközt tudjon a számtalanból használni egy szerkesztő kollega, hanem a pályájához szükséges valamennyi felületen megállja a helyét. Ennek jó példája számos kollégánk a szerkesztőségben. Az említett filmek igen értékes tartalmakat jelentenek, hiszen a szimfonikus zenekart bemutattuk az év elején egy rövid videoklipben, és amin pedig aktualitás, az az Otthonom Székesfehérvár című rövid film, amit a külföldön élő, de lelkükben továbbra is fehérváriaknak számító, mondhatjuk úgy, hogy volt szomszédaink, vagy velünk élő, a távolból is velünk élő fehérváriak készítettek Fies Gábor szerkesztésével, egy igen megható és érzelmesre sikerült köszöntése ez az itthon maradottaknak. Javaslom mindenkinek, hogy keresse meg az interneten az Otthonunk Székesfehérvár című filmet. A médiacentrum számára az is fontos, hogy a tehetséggondozásra is odafigyeljen, és hát azt gondolhatjuk, hogy a 2018-as évnek az egyik ilyen mérföldköve volt a 9. fehérvári versünnep. Ami azért is fontos, mert jövőre a 10. lesz, ami azért egy nagyon jó jelzése annak, hogy ez egy értékes rendezvény, egy olyan tehetségkutató verseny, aminek van helye a város életében. A 9. az idei verseny is bizonyította azt, hogy továbbra is van lelkesedés a fehérvári és a megyei fiatalok körében a művészetekkel, a versekkel, az irodalommal foglalkozni nem ciki. Akik mi találkoztunk Fehérvár és illetve az Egyházmegyében vagy a megyében tanuló fiatalokkal, igen értékes embereket ismertünk meg, akik a maguk környezetén belül is kiemelkednek és bátran nyúlnak a művészetekhez, a kultúrához. Bízom benne, hogy ez a kezdeményezésünk ugyanúgy, hogy a város más tehetségkutató versenyei is előhozzák azokat a fiatalokat, akikre méltán lehetünk büszkék. Jövőre már a 10. versünnepet tervezzük, ami kiegészül majd egy olyan gála rendezvénnyel, amikor az elmúlt 10 év győzteseit is igyekszünk majd egy színpadra állítani, hogy megmutassák azt, hogy mi lett belőlük az eltelt jó pár év alatt, amióta a versünnep színpadáról győztesként leléptek. Ez egy a 10. jubileumi versenyen túl egy olyan szép rendezvénye lesz majd ennek a kezdeményezésnek, amire érdemes lesz odafigyelni majd május környékén. A versünnepnek pedig mindig van utóélete is, hiszen verstáboroznak is a gyerekek, ez is megvolt az idei esztendőben. Számos egyéb produkcióban láthatták ezt a Fehérvár TV nézői is. Célunk az, hogy azok a tehetségek, akik a különböző városi rendezvényeken, tehetségkutató versenyeken fölbukkannak, őket aztán ne engedjük szabadon, vagy ne engedjük el a kezüket, hanem próbáljuk őket a további pályájukban támogatni, segíteni. Ami a Fehérvár Médiacentrumot illeti, mi a versünnepnek vagyunk a gazdái, és a versünnepen szereplő gyerekeknek a további kiteljesedését próbáljuk segíteni. Ennek egyik eszköze a székelyföldi verstábor, ahonnan minden évben élményekkel tele, és miután komoly képzésen vesznek részt, ott a gyerekek tudásban is gazdagodva térnek haza. És nagy öröm, hogy ezeket a gyerekeket utána különböző városi rendezvényeken, beszéljünk itt a március 15-ei, vagy az október 23-ai utcaszínházi események, vagy egyéb színházi alkotások, különböző rendezvények tömegén láthatjuk viszont. Ez bizonyítja azt, hogy jó ez a kezdeményezés, jó dolog az, hogy teret, lehetőséget adunk a tehetséges fiataloknak,
és utána az, hogy ő rájuk a város a későbbiekben számít, figyeli a pályájukat, a további sorsokat. Ez ad egy biztonságot is ahhoz, hogy akiben benne van a tehetség, az utána megmutathassa azt, és tovább képezhesse magát. És ugye azt már elárultuk, hogy a jövőre a tizedikre készülünk, tehát a folytatás az nem marad el, és hosszú távú tervei vannak a médiacentrumnak ezzel a rendezvénnyel. Ez nekünk is ünnep, amikor a versünnep szervezésével, lebonyolításával foglalkozunk. Kollégáink is várják már azt, hogy az idei versenyre kik jelentkeznek, milyen új arcokkal, új hangokkal, új tehetségekkel ismerkedünk meg, és ennek most ad majd egy különlegességet az, hogy ez a tizedik versünnep lesz jövőre. Tehetséggondozó programról beszéltünk, a különböző felületekről beszéltünk, és hát a 2018-as esztendő értékelése kapcsán azt hiszem, hogy a választási műsort és egyáltalán a kampányidőszakot is megemlíthetjük, hiszen azt hiszem, hogy a médiacentrum minden létező eseményről beszámolt. Feladatunk az, hogy a város közéleti eseményeit figyelemmel kísérjük, és arról beszámoljunk. Ez nem csak a választások évében, vagy azok a kampány hónapokban van így, hanem mondjuk úgy, hogy békeidőszakban is. Most éppen nem a békeidőszak volt, és van, és lesz, de a mi feladatunk az, hogy ilyenkor is, amikor az érzelmek magasabb hőfokon vannak, mi akkor is szakmailag helytállóan, korrekten adjunk hírt minden politikai oldal híreiről. Ezt igyekszünk szakmailag elvárható szinten teljesíteni. Úgy érzem, hogy helyet is állunk. Nem igazából volt panasz a parlamenti kampány idején az újságírói munkánkra. Ugyanezzel az elhivatottsággal és kiegyensúlyozottsággal készülünk a 2019-es két választásra is. És hogyha már a 2019-es esztendőt említetted, akkor mit hozott a médiacentrum életébe a 2019-es év? Milyen tervek vannak? A tervek azok mindig a költségvetés függvénye is. A 19-es költségvetésünk az még tervezés alatt van, ami biztos, hogy az eddig fölépített struktúrát azt biztonsággal tudjuk üzemeltetni tovább. A saját bevételeink lehetővé teszik azt, hogy a munkatársaknak a bérezésében tudjunk előrelépni, hiszen mi sem szakadunk ki a piaci környezetből. Látjuk azt, hogy milyen tempóban nőnek a bérek város és országszerte. Nekünk ezzel, ha nem is tudunk ilyen tempóban, de igyekszünk azért lépést tartani. Bízunk benne, hogy a műszaki fejlesztések terén is tovább tudunk előrelépni, hiszen ez egy nagyon technikai igényes műfaj. Főleg a televízió, ahol mondhatjuk azt, hogy 2-3 évente szinte új technológia jön létre, és ehhez az eszközparkot nekünk folyamatosan frissíteni, korszerűsíteni kell, hiszen nem titok, hogy több országos televíziónak is beszállítói vagyunk. Amit Székesfehérvárról az országos tévékben a kedves nézők látnak, az az esetek döntő többségében a kollégáink által készített anyagok, ami egyrészt büszkeségre is ad okot, hiszen tudunk olyan minőségi tartalmat előállítani, amivel beférünk az országos televíziók műsorába, de ehhez egy nagyon komoly technikai, műszaki háttér is kell, amivel napra készeknek kell lennünk a technikai szinten is. Na, ez nem olcsó. De bízom benne, hogy a saját bevételeinknek köszönhetően, illetve az önkormányzat támogatásának köszönhetően ez a jövő évben sem változik. Együttműködések vonatkozásában azt is elmondhatjuk, hogy például a Honvédséggel volt kommunikációs tréning szinten együttműködés, és hát elindult egy ilyen újfajta kezdeményezés, jöttek hozzánk, ugye több alkalomban itt a televízióban is beszámoltunk, stúdiótúrára, fiatalok, pályaorientációs különböző foglalkozások kapcsán. Ez a jövő évben is folytatódik? A fehérvári közösségnek része vagyunk. Olyan értelemben is, hogy mindannyian itt élünk, itt a hétköznapjainkat a városban töltjük, de építeni is szeretnénk ezt a közösséget, hiszen nekünk vannak ehhez eszközeink, a különböző médiafelületeink. Természetes dolognak tartom azt, hogy a városban mutatkozó ilyen jellegű igényeknek mi teret adjunk. A Honvédséget nézzük, akkor az egyik legsúlyosabb és a jövőben még nagyobb súlyt kapó ágazata ez a székesfehérvári, hogy
fogalmazzunk ezt, hogy különböző tevékenységek vagy súlyponti gazdasági vagy feladat ágak közül, hiszen azon túl, hogy mindig is egy fontos része volt a katonaság Székesfehérvár életének, most úgy néz ki, hogy egy új ponton is átlépünk, és a Magyar Honvédség vezetése, illetve különböző NATO erők is megjelennek Székesfehérváron, ami egyrészt új embereket jelent, akik a városomba költöznek, újfajta tevékenységeket, akik szívesen épülnek majd benne ugyanúgy a város hétköznapjaiba, mint az eddig itt szolgáló katonák, az ő segítésük természetes feladatunk. De ugyanígy, ha egy iskola megkeres minket, hogy a diákjai szeretnének ismerkedni a média világával, arra itt a lehetőség, hiszen egy korszerűen felszerelt TV-rádió stúdiót tudnak megtekinteni. Nagyon szívesen várjuk a gyerekeket, akik érdeklődnek a média világ iránt. Akkor mondhatjuk azt, hogy ha a 2019-es évre gondolunk, akkor hasonlóan mozgalmas esztendőre számítasz, mint amilyen a 2018-as volt? A két választás miatt biztos, hogy izgalmas lesz, hiszen ilyenkor a közéleti szereplőkön túl azért a politika iránt érdeklődő városiakban is megnő az igény a szerkesztett közéleti tartalmak iránt. Nekünk ezzel sok dolgunk van, de szívesen tesszük. Még ha a média is olyan, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá, és mindenki jobban tudja, hogy mit hogyan kellett volna. És aki végül nem rúgolt, ő úgy érzi, hogy esetleg ez nem ő miatta van, hanem a más körülmények, hogy az ellene való áskálódás miatt, de hát ebben a részben nekünk nem kell részt venni, a mi dolgunk az, hogy tudósítsunk arról, ami ebben a városban történik, a közéleti szereplők pedig vívják meg a maguk küzdelmeit, győzzön a legjobb, a mi dolgunk az, hogy Székesfehérvár lakóinak bemutassuk a lehetőségeket, hogy dönteni tudjanak legjobb tudásuk szerint. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, és ha egy napon belül minden háztartásban kigyúlnak a fények a karácsonyfán, akkor most szeretnék a kedves nézőknek a Fehérvár Televízió munkatársai nevében boldog karácsonyt kívánni, aztán pár nap pihenőt követően pedig egy boldog ünnepélyes szilvesztert és egy nagyon eredményes új évet. Köszönöm szépen még egyszer. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, ünnepi beszélgetésekkel természetesen holnap is számítunk majd önökre itt a Fehérvár Televízióban. Kellemes időtöltést!